Sziasztok, Sinkó Szebasztián vagyok, 27 éves budapesti srác. 2019-ben immáron 4 éve kezdtem el a YouTube-ozással foglalkozni, ami annyit jelent, hogy így munka mellett hobbi szinten gyártom a tartalmakat, viszont igazából nem 2019-ben indult a csatorna, hanem 2013-ban, akkor viszont még nem készítettem videókat. A legelső videó a csatornámra 2016-ban került feltöltésre, ami egy M4-es metró menetvideó volt, hiszen akkoriban még újdonságnak számított az automata szerelvények, illetve az, hogy a vezető fülkében állhatsz és kinézhetsz az alagútba, illetve láthatod az állomásokat, és igazából 2019-ben töltöttem fel a legelső komolyabb videómat, de hogy honnan indult ez az egész, és hogy ki vagyok én, erre fogtok most választ kapni ebben a pár perces videóban. Gyakorlatilag 1995-ben születtem itt Budapesten, tehát az annyit jelent, hogy hamarosan 28 éves leszek. Itt élek Óbudán, Békásmegyeren, ez az én igazi szülőföldem, ezt tartom otthonomnak, viszont nagyon sok fele laktam már Budapesten belül, és itt is születtem egyébként Óbudán, majd aztán pár évvel ezelőtt költöztem vissza, és leginkább közlekedési, illetve turisztikai videókat szoktam gyártani, és hogy honnan jött ez? Hát onnan, hogy gyerekkoromban volt egy olyan elképzelés a fejemben, hogy autóbuszvezető szerettem volna lenni, hiszen nagyon szerettem a közösségi közlekedéssel foglalkozni, nagyon sok tervrajzot készítettem, nagyon sok térképet rajzoltam meg gyerekkoromban, hiszen szerettem volna, ha egy normálisabb és jobb tömegközlekedése lett volna Budapestnek, ami a mai napig fejlődik, de nem olyan mértékben, emiatt szeretem ezeket a videókat készíteni. És 10 éves koromban, amikor laktam Rákospalotán, akkor a helyi buszra szálltunk fel, ahol éppen egy központi tartalékos buszvezető volt berakva, akinek nem volt annyira vonalismerete, és én mivel a szüleimet mindig háborgattam, amiatt, hogy menjünk el minél messzebbre, és buszozzunk, villamosozzunk, ezért kívülről fújtam az autóbuszvonalakat, tehát már 10 évesen odaálltam a buszvezető mellé, segítettem őt a eligazodásban, és nekem is az volt a vágyom, hogy egyszer majd megnyomogatom a szép zöld, illetve piros gombokat majd az Ikaruszon, és ki fogom nyitni az utasoknak az ajtót. De egyébként autóbuszvezetés mellett volt más hobbim is, ami igazából könnyebben rávitt így a videózásra, hiszen 7 éves koromban én egy nagyon magányos gyerek voltam, tehát zárkózottabb típus, mint jelenleg, tehát most már nagyon sok barátom van, és nagyon sok helyre járok el szórakozni, nagyon könnyebben ismerkedem, de gyerekkoromban leginkább szerettem egyedül lenni, nem a többiekkel játszani, ami miatt furcsának néztek engem, különc gyereknek, és akkoriban a napközi táborban nagyon sokat hallgattam rádiót a saját kis készülékemen, leginkább a Danubius rádiót, és ekkor az fogalmazódott meg bennem, hogy ilyen rádiós műsorvezető szeretnék lenni, és ez az elképzelés a mai napig tart 7 éves korom óta, tehát majdnem 20 éve, sőt, 20 év szeretnék már rádiós műsorvezető lenni. 2018-ban egyébként sikerült is összehozni egy saját online rádiót, nagyon sokat spóroltam rá, nagyon sokat belefektettem és vásároltam olyan eszközöket, például asztali gépet, hangtechnikai eszközöket, hangfalat, mikrofont, illetve a megfelelő programokat is letöltöttem ahhoz, hogy ez összejöhessen, és 2018-ban sikerült elindítani az első online rádiómat, ami az Online FM névre hallgatott. Innen is jött a videózásból az Online FM roadshow, hiszen a videózás 2019-ben indult el, mert sajnálatos módon nem volt annyira sikeres a rádióadásom, hiszen a mai világban annyira fejlődött a technika, hogy nem sokan hallgatnak már rádiót az autók kivételével, tehát az autós utazásnál szoktak, de hát már ott is vannak olyan fedélzeti számítógépek, ahol online zenetárat tudsz hallgatni vezetés közben, és de ugye korábban még rádiót hallgatott mindenki, és emiatt, mivel nem volt sikeres, ezért úgy gondoltam, hogy
valahogyan reklámozni kellene a rádióadásomat, mert nem szeretném ezt annyiban hagyni, és fel voltam iratkozva már akkoriban a YouTube-ra, hát illetve, ahogy említettem, 2016-ban már került is fel videóm, viszont úgy gondoltam, hogy nem elég csak egy menetfelvételt fölrakni, hanem akkor miért nem viszem át az egész műsorvezetést videózás formátumban, és miért nem kezdek el egy saját videós csatornát készíteni, és ekkor indult el az Online FM Roadshow, nagyon sok embert néztem akkoriban a YouTube-on, akitől tanulhattam, például első körben nagyon sokan megemlítitek, hogy nagyon hasonlítanak a videóim Kuhár Bence videóira, igen, ő is inspirált engem, tehát akkoriban én nem tudtam, hogy létezhet ilyen technika, hogy fogjátok a mobiltelefont a kezetekben, és akkor elkezdtek mesélni bármiről, és megmutatjátok az embereknek, és hogy ez érdekli is az embereket, tehát akkor ez egy pozitív löketet adott nekem abban, hogy akkor én is egy hasonlót készítsek el, viszont nem csak a közlekedésre szerettem volna korlátozódni, hanem szerettem volna a saját érdeklődési körömet megmutatni, tehát ezért van az, hogy a közlekedésen kívül turisztikai videókat is láthattok, például olyat is, hogy elmegyünk egy vidéki városba, felmegyünk sétálni a hegyekbe, biciklizni elmegyünk egy étterembe beülni, egy kávézóba, megmutatom nektek, programajánlatot adok, és ez az, ami engem igazán érdekel, hogy az én érdeklődési körömet bemutassam, ami nektek nagyon tetszik, hiszen már majdnem 2000-en vagytok feliratkozva, és ezt nagyon szépen köszönöm a mai napig, hogy minél többen iratkoztok fel, és minél többen szeretitek a videóimat. Emiatt döntöttem úgy, hogy a rádióadást leállítom, és leginkább a YouTube-ra fogok fókuszálni, és ezt próbálom minél jobban javítani, illetve ezt próbálom fejleszteni, és egyre több videóm van, már majdnem 500 videó érhető el a csatornámon, illetve nagyon sok interakció van, most már a komment szekciókban is, illetve ugye egyre többen néztek az élő adásaimat is, úgyhogy én ennek örülök, és ezt továbbra is szeretném hobbi szinten csinálni, hogy gyárthassam nektek a tartalmakat, és mindig próbálok új ötletekkel előrukkolni, ami által jobb lehet a csatornám. Egyébként most már csatorna tagok közé is lehet csatlakozni, ezt úgy tudjátok megtenni, hogyha a csatlakozás gombra rányomtok, akkor láthatjátok, hogy ez milyen előnyökkel jár, illetve gyakorlatilag most már fel lehet velem venni a kapcsolatot is, viszont nem a privát messengeremen, illetve privát oldalamon, hanem erre konkrétan vannak elérhetőségek is, amit minden videó alatt megtaláltok, ez alatt a videó alatt is. Létezik egy Facebookos csoportunk, a Sebastian videói vagy beszélgetős csoport. Ide természetesen felkerülnek mindig a legfrissebb fényképek, legfrissebb közlemények, élmények, illetve ugye itt a YouTube-on is meg szoktam osztani a bejegyzéseimet. Illetve ezen kívül, hogyha szeretnétek velem beszélgetni, akkor próbálok minden héten, vagy legalábbis két hetente csinálni egy élő adást, amikor élőben tudtok tőlem kérdezni, tudtok ötletekkel bombázni engem, de egyébként ott van még a messengeres csoportunk, oda lehet irogatni, ez nem más, mint a rajongói sarok, úgyhogy használjátok ki ezeket a lehetőségeket. Ez alatt a videó alatt majd nem lehet kommentálni, hiszen ez nem arról szól, hanem ez egy bemutató videó. Remélem tetszett nektek, és megtudtatok rólam többet, ha kérdésetek lenne, akkor pedig azt tegyétek fel az előbb említett módokon. Én köszönöm szépen a figyelmet, és akkor tartsatok velem legközelebb is, iratkozzatok fel minél többen, és akkor hozom a további tartalmakat. Legyetek jók, sziasztok!